A Szexárdi Fúvó zenekar muzsikál ezen a régi felvételen, idősebb Véghelyi Miklós vezetésével. Ez a zenekar és a zenészek Miklós bácsia volt jogelődje az Aliska Pressbandnek. Van olyan muzsikus, aki még abban a zenekarban is zenélt, de ma is a sztéksorok között ül. Az Aliska Press, ahogy illik, minden esztendőben egyszer megmutatkozik a nagy közönségnek. Az igények szerint a komoly zenétől a manapság futó slágerekig sok mindent eljátszanak. A zenekar 2007-ben Tolna megye Prima díjasa lett. Szerintem nagyon nem változtunk. A kijelölt út az a sokszínűség. Tehát a mai világban kell játszani nyilvánvaló a mai kornak megfelelő, mondhatnám slágere, gyanúsabb számokat, de azért a komoly zenének is ott kell lenni. Ebbe beletartozik mondjuk egy történelmi magyar induló, beletartozhat egy régi jó amerikai induló, és beletartozik egy bránc magyar tánc. Erre büszkék is vagyunk, hogy főleg Karnagy úr, mert ez igazán az ő veszőparipája, hogy ne játszunk ugyanazt, vagy hát ne legyen átfedés sem a műsoraink között. Úgyhogy idén is teljesen új műsorra készültünk. Ez így önmagában is komoly teljesítmény, de ha hozzáteszünk, hogy egy amatőr zenekar sokszor küzd létszám problémákkal, akkor külön emeli az elszántság értékét. Nem is túl nagy létszámú a csapat. Ugye a teljes létszám megvan, akkor talán 22-en vagyunk. És hát mindenki elfoglalt. Fiatalok, idősebbek játszanak együtt, a legtöbbje dolgozik, családja van, iskolába jár, stb. Az sem mindig jön össze, hogy 100%-ban a próbán ott legyünk. Sőt, van, amikor még a fellépéseinken is egy-két hiányzó előfordul. Nehéz összehozni a dolgot. Sokan mással is foglalkoznak, más hobbiuk is van esetleg. Bele kell szorítani valahogy azért a dolgot, de azt mondom, hogy nehéz. És új muzsikusokat találni is, új tagokat találni is nehéz a régiek vagy a kiállítók helyén. Elég kevés fiatalt látunk a zenekarban. Nem igazán érnek idáig el a fiatalok az ifjúsági zenekarból. Ennek azt hiszem, hogy egyszerűen a korunk és az, hogy ahol élünk, ahol lakunk, talán az az oka. Mert elmennek a fiatalok. Elmennek főiskolára, egyetemre, nem ide járnak, esetleg még valami kapcsolatuk ott kialakul, már hétvégén sem jönnek vissza, mi meg egyébként hétközben, sőt hét elején, hétfőn tartjuk a próbánkat, tehát esélytelen, hogy egy főiskolás egyetemista, aki Pestre, Pécsre, Szegedre vagy máshova jár, eljöjjön próbálni. Az, hogy kikülnek a zenekarban, az nem föltétlen befolyásolja a zenekarnak a repertoárját. Mert nekem van egy elképzelésem, valamennyire azért demokratikusan megkérdezem a véleményüket, de azért a kijelölt útat megpróbáljuk követni. Azért én nem félek ettől, hogy ez megszűnne vagy eltűnne, azért mindig van, és mindig találunk. Bízom benne, hogy azért ez hosszú-hosszú évekig, évtizedekig még menni fog. És hogy milyen lenne egy a Karnagy által megálmodott zenekar? Kétszer ekkora, minimum. Harsonasorra, sok-sok larinétossal, trombitásokkal jó el vagyunk látva tulajdonképpen, mondjuk még kétszer ennyi tuba is elférne, oboa, fagott. De ennek, mondja Maó Péter, ma már biztosan meglátja lehetőségét.